Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Bárdosi Ferenc vagyok, az Attila Nagykirály Hotel tulajdonosa és a mai rendezvényünk főszervezője. Szeretettel köszöntöm a jelenlőket, a Horthy Társaság tagjait és az Attila Nagykirály Hotel baráti kör tagjait és minden jelenlévő barátunkat. Nagy szeretettel köszöntöm az Etényi Csukás Ferenc elnök urat, a Horthy Társaság alapító elnökét, mai rendezvényünk adományozóját. Szeretettel köszöntöm Vitéz Dövötös Zoltán urat, az 1956-os Nemzetőrség alapító főparancsnokát. Köszöntöm Bratek Zoltán professzor urat, a Szent László Szarvas Gomba gasztronómiai lovagrend nagymesterét, és szeretettel köszöntöm Cegredi Katalin professzorasszony, aki nyelvész történész. Továbbá szeretném köszönteni Túri Török Tibor szobrászművész urat, aki a Hunyadi János kormányzó szobrát alkotta részünkre. Szeretettel köszöntöm Dudás Gyula festőművész urat, aki a Mátyás király portrét állítja ki. Szeretettel köszöntöm a konferenciánk, második Mátyás király konferenciánk csodálatos előadóit, név szerint fel szeretném sorolni, dr. Pap Gábor tanár urat, Szántai Lajos urat, Fehér Boglárka úrhölgyet, Szász Péter urat, Fridlik Klárika úrhölgyet és Szakács Gábort a férjét, dr. Diószegi György urat, Mandis György professzor urat és Kocsis István urat, Pista bácsit, aki a záró előadást tartja. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem csodálatos háziasszonyunkat, Babják Anna Mária színművésznőt, hogy vezesse le szoboravató ünnepségünket. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, és én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Elsőként hallgassuk meg Publik Antal előadó művész úr előadásában a himnuszt. Köszönöm a felkérést, hogy elmondhatom a nemzetünk himnuszát. Isten, áld meg a magyar! Jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt. Megbűnhötte már e nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk, Kunság mezein ért kalász rengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebletben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongolnyá zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkaint Ozmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének. Hányszor támad ten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyul barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában.
bércre hág, és völgybe száll. Bú és kétség mellette, vérözön lábainál, s ránk tenger felette. Bár állott, most kőhalom, kedv s öröm röpkedtek, halálhörgés síralom zajlik már helyettek. Ha szabadság nem virul a holtak véréből, könnyű gyász könnye csordul árvánkhő szebéből. Szánd meg, Isten, a magyar, kit vészek hányának, nyújts feléje védőkart tengerén kinyának. Bal sors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt. Megbűnhötte már e nép a múltat s jövendőt. Köszönöm szépen. A himnusz után felkérem Szántai Lajos művészettörténész urat Hunyadi János méltatására. Titulusokkal mindig gondok vannak, minden esetre nagy szeretettel köszöntök. Akkor jobb is, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Igen. No hát, most már tényleg jónak tűnik. Isten biztos, hogy megszánja a magyart, a magyar viszont úgy tűnik, hogy nem szánja meg saját magát. És ez nem mindig túlságosan jó. Tehát egyszer már jó lenne ténylegesen úgy megfogalmazni fohászokat, könyörgéseket, hogy egy kicsit a saját helyzetünket tisztáznánk a világban, mert ez a rengeteg égbe kiáltott és Istent hívogató sirám egy kicsit már fent is fájdalmasnak tűnik. Van éppen elég lehetőség, van éppen elég tudás, bölcsesség, próbáljuk megkeresni, és egy biztos minden segítséget, támogatást megkapunk. Hát ha egy népnek csak egy Hunyadi Jánosa lenne a világtörténelemben, akkor valahol nem itt tevickélne a 21. század elején és az új évezrednek a küszöbén. Az, hogy Hunyadi János világra szóló történelmi tetteket hajtott végre, az egészen egyszerűen nem vita kérdés. Az, hogy ne vegyünk észre ilyen történelmi nagyságokat, mindig valamit ki lehet találni, le lehet fedni hamis származástörténettel, elbagatelizálni hadjáratokat, történelmi eseményeket, megkérdőjelezni a déli harangszónak a végső soron való hitelességét és jogosultságát. Hunyadi Jánosról a következőket írják a maga idejében és a következő évtizedekben, Mátyás király korában. Ezt az embert az ország védelmére tetteinek tanúsága alapján a sors az égből küldte. Aztán egyetlen férfit termett az a kor, hát itt lehet vitatkozni, nyilván nem egyedül volt Hunyadi János, de a nagyságrend vonatkozásában ez is elfogadható. Egyetlen férfit termett az a kor, s ha nem lett volna, annak a szörnyű felfordulásnak az idején senki előtt nem kétes, hogy ma már régen vége lenne nem csak Magyarországnak, Ausztriának és a németeknek, hanem az egész kereszténységnek is. Következő idézet. Őt tartották az egyetlennek, aki megmentheti Magyarországot. Következő. Kinek nagy tetteit Európában, Ázsiában, Afrikában emlegették. Hát nem ártana, ha felzárkoznánk a művelt világhoz Ázsiában, Afrikában és egyéb helyeken, lehet emlegetni Hunyadi János dicső tetteit. És akkor egy mihez tartás véget, mert a belső ember képünk az hadilábon áll saját történelmi nagyságunkkal. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megnézem, hogy egy Rákócziról hogyan formálnak meg festményszobrot, vagy egy Árpádházi királyról, tisztelet a kivételnek lehet érzékelni, hogy óriási gond van, na nem Rákócival, vagy egy Árpádházi királlyal, hanem az alkotó tevékenységbe csúsznak be önértékelési hibák.
Tehát róla mondják, hogy tagjaiban olyan arányos volt, tehát tagjaiban megjelenésében olyan szép megjelenésű volt, hogy 1000 daliás vitéz közül, na most a vitézek általában ott kezdődnek, hogy daliásak. Hunyadi János 1000 daliás vitéz közül is fel lehetett ismerni, mármint Hunyadi Jánosnak fejedelmi személyét. És soha nem szabad elfeledkeznünk a déli harangszónak a lényegéről. Ez azt jelenti, ezt többen megfogalmazták meg, minden nap a harangzúgás körbe harangozza a földet. Na most egy gyors kérdés, melyik nép mondhatja el magáról azt, hogy olyan világtörténelmi tettet hajtottak végre elődei? A tragédia az, hogy bennünket is hagynak erről lebeszélni, az, hogy a világ nem tudja, ez az ő baja. A legnagyobb probléma, hogy nagyon sok magyar sem tudja már, hogy végeredményben, lényegében miért szól a déli harangszó. És mindig helyi idő szerinti délben gondolkodjunk, egy napon belül akkor van a legtöbb a fényből, fénynek a erkölcsi tulajdonságaiból, és szó szerint, hogy a föld forog a tengelye körül, és a harangzúgás helyi idő szerint álló délben felzúg és felcsendül, ez 24 óra alatt gyakorlatilag egy teljes ünnepélyes szertartással tiszteleg. Tehát érdemes belül is a szívünknek is egy kicsit harangozni, és ő maga pedig így fogalmaz, de bármekkorák is voltak a csapások, inkább tűrtük sem, hogy rabok legyünk. S hitünket mindig drágábbnak tekintettük az anyagi károknál. Elég okunk van-e hát a fájdalomra? Mert nincs olyan kegyetlenség, amit el ne követtek már volna rajtunk. Na most ezt az 1450-es évek elején fogalmazza meg Hunyadi János. És soha nem lesz vége. Akár győzünk, akár vesztünk, az ellenség állandóan a nyakunkon marad, mert a gyűlölete túltesz még az erején is. Aztán egy másik helyen így fogalmaz. Szívvel, lélekkel azon voltunk, egy szívvel, lélekkel azon voltunk, hogy félretéve a különböző pártérdekeket, királyt kívánjunk, aki fénytáraszt a sötétségbe, és orvosolja bajainkat. Hát éljen a szobor, éljen az alkotás, éljen Hunyadi Mátyás édesapja, és hát az ő fiának ma van a születésnapja. Akkor nézzük a művet. Nagyon szépen köszönjük. És most mai rendezvényünk legünnepélyesebb pillanata kezdődik. A szobor leleplezésére felkérem Bárdosi Ferenc urat, Zetényi Csukás Ferenc urat és az alkotót Túri Török Tibor művész urat. Fáradjanak a szoborhoz. Most következik a taps. És felkérem Túri Török Tibor szobrászurat, hogy elgondolok. Nagy öröm és megtisztelés volt, hogy elnök úr Zetényi Csukás Ferenc felkért a szobor elkészítésére. De hát egy nagy feladat, azért nagy, mert Hunyadi igen nagy. És hozzáfogni úgy, hogy dokumentáció nem volt, korabeli ábrázolások előfordultak, nem korabeli, későbbi ábrázolások, de a fantázia szüleménye. Én úgy gondoltam, hogy nekem a magyarságom és a hazaszeretet és a odaadás Hunyadiért határoz meg akkor, mikor meg kell formáznom ezt a nagy embert. Ő magyar volt, nem volt olá, se szerb, mint az később és a kiderül is tudjuk máig, mint magyar emberek. Én igyekeztem ezt a turáni, ezt a nagyon szép szkítavonalat megcsinálni, hát úgy érzem, hogy talán sikerült is. Fogadják szeretettel.
köszönjük szépen. És most Vitéz Lovag Dömötör Zoltán urat kérném szépen, az 1956-os nemzettőrség parancsnokát, mondja el gondolatait. Aki magyar, felük tart. Ezzel köszöntelek benneteket. Ez 1956-nak a jelszava, és ettől szebbet soha senki nem tudott, és nem fog tudni kitalálni, megnevezni. Mert mindenem a hazáért, mindent a hazáért, életünket a hazáért, győzelem vagy halál. Ezek a jelszavak mind eltörpülnek amellett, hogy aki magyar velünk tart. És ha itt körülnézek, ti mind magyarok vagytok. De nem csak ennyi magyar van, mert én elmondhatom nektek, hogy a magyar történelemben kettőször volt nemzetőrség. És mind a kétszer vészhelyzetben, 48, amikor én még nem értem, és 56, amikor én részt vettem ebbe, egy nemzetőr csoport, riadó csoportjának parancsnokaként, és győztünk. Bárki bármit hazudik vagy mond, 56-ban a forradalom győzött, mert a forradalom a belső erőre van építve, nem arra, hogy a szabadságharcot a világ akkori legerősebb hadserege leveri. Igen, a szabadságharcot elvesztettük. De mi nem mehetünk el a mostani helyzetnek az aktualitása mellett, és nem hunyhatjuk be a szemünket, vagy nem tehetjük bele a homokba. Nagyon nagy veszély fenyegeti ezt a drága magyar hazát, és itt veletek együtt meg fogjuk fogadni, hogy mindent megteszünk azért, hogy Magyarország, az egybeírt Magyarország, tudjátok, mit jelent nagybetűvel írva, kisbetűvel írva, magyar ország legyen. Én ezt kívánom, és azt hiszem, hogy veletek egyetértve kijelenthetem ezt. Most pedig megkérem a tábornok bajtársamat, hogy olvassa fel előttetek a mai napra rendelt napi parancsomat. Tessék, oda mikrofon. A magyar nemzetőrség országos főparancsnoka jobbölöm keresztet kitüntetést adományoz Vitéz Túri Török Tibor nemzetőr ezredesre. Kérem. Fáradj ide! Áldjon meg az Isten, aki téged ilyen művészeti erővel és nagyon sok emlékművet, emléket csinál. És hirdesd a magyarság eszméjét, mert a magyar, nyugodtan kimondhatom, egyetértetek vele, az Isten kiválasztott népe. Hozzá, köszönöm szépen. Szervusz. Hoppá. Na, akkor itt van, dokument, ott van. Gratulálok, ezzel együtt tettem. Hazámat szolgálom, köszönöm. Aki magyar velünk van, köszönöm, hogy meghallgathatok. Köszönjük szépen. És most kerüljön sor a koszorúzásra. Átadnám akkor. Kérem az Attila Hotel tulajdonosát, Bárdosi Ferenc urat és Gedeon Edit úrhölgyeket, hogy helyezzék el a koszorújukat a szobornál. Nem lehet hallani? Jó. Köszönjük szépen! Továbbá a Horthy Miklós Társaság nevében Vitéz Nagy Lajos és Vasné Fülöp Ildikó úrhölgyeket, hogy helyezzék el a koszorúikat.
az 1956-os nemzetőrség nevében Dömötör Zoltán főparancsnok urat, Kertész Loránt vezérőrnagy urakat. Köszönjük szépen! Vitézi rend 1920 nevében Vitéz Lovag Nemes Kajler Ernő székkapitányt, hogy helyezze el a koszorúját. Köszönjük szépen! Megkérdezem, hogy ki óhajt még koszorúzni. Nagyon szépen köszönjük, esetleg virágot, aki el akar helyezni, helyezze el tisztelettel. Köszönjük a megjelenést, és köszönjük a koszorúzást.